Sérült, sokkos állapotban talált gazdátlan állatokon segít a Szent Bernát Kisállatambulancia Pest-Szent Imrén. A közel 20 éve működő Procanibus alapítvány segítségével havonta akár 10 gazdátlan állatot is megmentenek itt. Az alapítvány kizárólag az adók 1%-ából tartja fenn magát, az itt dolgozók munkájukért semmilyen költségtérítést nem kapnak. Az állatok ellátása drága, egy végtag vagy medencetörött macska kezelése például 60-80 ezer forint is lehet. Jó pár évig dolgoztam állatorvosként, és naponta szembesültem olyan problémával, hogy kóbor balesetes állatokat hoztak ide jóhiszemű emberek, és hát ugye részükről a dolog be is volt fejezve, hiszen nem is várható el tőlük, hogy bármilyen módon részt vegyenek ezeknek az állatoknak a gyógyításában, pláne nem a finanszírozásban, és 2000-ben jött az ötlet, hogy erre milyen jó lenne, ha egy alapítvány támogatását tudnánk igénybe venni. Ekkor született a Procanibus alapítvány, maga a név Procanibus, kutyákért ezt jelenti. Valójában nem csak kutyákon segítünk, hanem rengeteg macskán és mindenféle egyéb állaton is. Hát döntően természetesen kutyákon és macskákon, de vadállatok is elő szoktak fordulni. Az állatok a kezelés után sem maradnak magukra. Sok esetben a megtalálók befogadják a meggyógyított állatokat, vagy segítenek a gazdi keresésben. A Procanibus alapítvány közösségi oldalára is felkerült a megmentett állatok fényképe. Sokan így találnak gazdit. Ez a kutyus Lencsi autó ütötte el 2 hónapja. Megtalálója azóta gondozza, vigyáz rá. Lencsi már jól van, varratszedésre érkezett. Ez Lencsi röntgenje. Lencsinek eltört a combcsontja a baleset kapcsán, és hát egy komoly műtéten esett át. Itt látható a műtét utáni felvétel. Lemezt kapott a combcsontjával Lencsi, és egy velőürszeget is. Barátnőm mondta, hogy próbáljak megírni az alapítványnak, hogy ők szoktak segíteni ilyen balesetes kutyusoknak, és akkor írtam is egy e-mailt, amire azonnal kaptam választ, hogy hozhatom rá 1-2-3 napra. És akkor elhoztam, gyakorlatilag azóta itt kezelik őt. Mi történt vele? Megműtötték? Igen, megműtötték. Az volt a nehezítő körülmény, hogy a tüdején lett egy bevérzés gyakorlatilag a baleset következtében, és nagyon sokáig légzési nehézsége volt, ami miatt azonnal így nem lehetett műteni, úgyhogy egy pár napot kórházban volt, akkor meg is lengettek valami folyadékot a tüdejéből, és akkor utána haza kellett vinnem 2 hétre, addig sajnos el volt törve a lába, tehát ilyen elég félelmetes volt, mert így lifegett teljesen a lába, összetört a csípőcsontja, tehát ilyen nagyon-nagyon csúnyán megsérült. Mi lesz a kutyus sorsa? Hát gazdit keres. Úgyhogy mi tudtuk előre, hogy nem fogjuk őt megtartani, mi csak így szerettük volna megmenteni az életét, és így segítséget kaptunk innen, ami azért is nagyon nagy dolog szerintem. Én viszonylag sokat kutyázom így magánemberként, és tudom, hogy amikor ott tartunk Magyarországon, hogy az Állatorvosi Egyetemen 25 ezer forintot kérnek azért, hogy ügyeletben, balesetben, akármi történik, bekerülhessen a kutya, akkor szerintem segítség. Sírok is, bocsánat, de ez nagyon fantasztikus dolog, hogy van egy ilyen hely, akik direkt el... Tehát, hogy... Szóval ez egy fontos esély. Üdvözlöm, Sipos úr! Üdvözlöm, doktor úr! Tessék, parancsolj! Meghoztam a kis páciát. Tessék! Én már régóta ismerem az alapítvány tevékenységét, és ide járunk a többi, a saját cicáinkkal is, és mondtam, hogy itt valamit kéne csinálni, rétben vállalom az operációt, vagy amire szükség van, és végül befogadom, mert hát nem fogjuk kitenni az utcára a törött lábú macskát, tehát ráadásul 2 hónapig kell neki őrizet alatt lenni, és így most itt vagyunk, most már több mint 2 hete volt az operáció, és úgy néz ki, hogy rendben van. És most ivartalanítás lesz. Most így közben kihasználjuk azt a gyógyulási időszakot, ami 2 hónap, és akkor elhoztam ivartalanításra. A testvérét, azt meg a lányom vitte el, annak nem volt semmi baja, azt csak úgy befogadtuk, mert hát, hogy ne legyen kint az utcán, és ő is ivartalanítva lett, mert ugye az a lényeg, hogy ne szaporodjanak ezek a szegény állatok, mert csak növelik a gondot, meg saját maguknak is. Ugye a probléma az, hogy sok ember azt hiszi, hogy a kóborállatoknak a legnagyobb gondja, hogy éheznek. Nem oda a legnagyobb gondja, hanem az, hogy betegek, és hogy olyan sérüléseik vannak, amik esetleg
rövid úton a pusztulásokat vezetnek. Na most ezért ragyogó az alapítványnak a tevékenysége, hogy ebben tud segíteni olyan embereknek és olyan állatoknak, akiket nem tudnak finanszírozni hosszú kezelést, hosszú, drága, költséges ápolási időszakot, és ebben egy utolérhetetlen ez a dolog. Szóval azért nagyon köszönjük a doktor úrnak ezt a tevékenységét. A végül is szerencsésen járt Cica, a műtét után most már jól van, még egy utolsó vizsgálattal megnézik, hogy tényleg minden a helyére került-e. Itt volt a műtétje, és tökéletesen rendben van. Az alapítványnak jelenleg napi gondot okoz a sérült állatok ellátása, ezért minden adományt szívesen fogadnak. A Procanibus alapítvány Pest-Szent Imrén működik a Kisfaludi utca 55/A szám alatt.